Bár sokáig úgy tűnt, hogy a nemzeti kötődés feloldódik a globális piacon, a történelem úgy tűnik, most mégis határozottan más irányt vett. A holnap világában az emberekkel ezért nem csak, mint élő munkaerővel, de mint nemzeti közösségek tagjaival is számolni kell. Számolni kell az emberek erkölcsi követeléseivel és a polgári méltóságuk iránti igényeivel. Sokan belelovalták magukat a nemzetek, az államok és az állampolgárok nélküli világ látomásába. Delíriumos látomás volt ez. Hívei azt hiszik, hogy a nemzeti állami gyökerekhez való visszatérés egy új probléma. Én meg pont fordítva úgy látom, hogy Magyarországnak olyan gazdasági rendszerre és olyan kormányra van szüksége, amely ebben nem problémát, hanem megoldást, de legalábbis lehetőséget lát. Lehetőséget arra, hogy egészségesebb magyar gazdaságot építsünk, olyat, amely több esélyt ad a magyar embereknek a boldogabb életre, mint amiben az elmúlt 20 év során részük volt. Vagyis az első és legfontosabb nemzeti ügy, hogy saját lábára állítsuk a magyar gazdaságot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A magyar válságkezelés azért vallott kudarcot, mert nem tudta, talán nem is akarta megvédeni a munkahelyeket. Holott ez lett volna a legfontosabb feladat az elmúlt esztendőben. Éppen ezért, amit az elmúlt egy évben az MSZP kormányzat csinált, számomra ugyanolyan kudarc, mint amit előtte bemutattak. Én sohasem fogok lemondani arról a meggyőződésemről, hogy bármely közösségnek a világon az a jó, ha minél több tagja végez hasznos munkát. Ahogy arról sem, hogy a gazdasági válság kezelésének egyetlen hatásos módja a gazdasági növekedés beindítása, szinte minden áron. A józanész tehát azt diktálja, hogy tűzzük ki célként magunk elé, hogy az elkövetkező 10 év alatt 1 millió munkahelyet hozunk létre. Ezért mindenek előtt a hazai kis- és középvállalkozásokat kell támogatnunk, mert most is ők adnak munkát a legtöbb embernek. És az embereknek csak akkor lesz munkájuk Magyarországon, ha őszintén kimondjuk, ha megvédjük a magyar termékeket, ha megvédjük a magyar árukat, ha megvédjük a magyar földet, és megvédjük a magyar vízkészletet. Vagyis legyünk szerények, legalább ugyanannyira meg kell védeni magunkat, mint amennyire ezt más országok, például az Egyesült Államok, Németország vagy Franciaország bátran, minden fönntartás és aggály nélkül megteszi. Vagyis, kedves barátaim, itt az idő, hogy nemzeti üggyé tegyük az új munkahelyek megteremtését. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ahhoz, hogy az egészség mindenki számára elérhető legyen, meg kell mentenünk a magyar egészségügyi rendszert, amit a Gyurcsány korszak módszeresen szétvert. A szociális népszavazás alkalmával már mindannyian láthattuk, hogy az egészségügy megmentése olyan nemzeti ügy, amely példátlan méretű összefogást képes teremteni. Az emberek nem csodákat várnak, hanem azt, hogy lássák, a politika valójában az ő egészségüket akarja szolgálni. Ha látják, akkor ők is segíteni fognak. És éppen ez a nemzeti ügyek lényege. Az emberek nélkül nem lehet egyetlen országot sem fölemelni. Ezt a közös energiát kihasználva rendeznünk kell a háziorvosok és a kórházak helyzetét. Nem lehet tovább tétlenül nézni, hogy az orvosaink 100 és 1000 szám külföldre mennek, és eközben kórházaink súlyos sérülteket nem tudnak fogadni. Több orvosra és több ápolóra van szükségünk ahhoz, hogy felére csökkentjük a várakozási időt, és ne forduljon elő, hogy súlyos betegek vagy sérült ember nem kap azonnal orvosi segítséget. Könnyen belátható, hogy nemzetközi versenyképességünk alapföltétele minél több munkaképes, jó teljesítményekre alkalmas magyar ember éljen Magyarországon. Itt az idő tehát, hogy megmentsük az egészségügyet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Közös és nagy célunk, amelyben minden becsületes és törvénytisztelő magyar egyetért, a közrend és a közbiztonság helyreállítása. Senki sem akar félelemben élni, és mindenkit dühít, hogy vandálok randalírozhatnak következmények nélkül.
Ez is olyan nemzeti ügy tehát, amit a nagy többség, biztos vagyok benne, támogatni fog. Különösen, ha azt látják, hogy az új kormány komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy közösen száműzzük a félelmet az utcákról, a terekről és az otthonainkból. Én emlékszem, gyermekkoromban a kertajtót, de sokszor még a ház ajtaját se zártuk be, vagy egyszerűen a lábtörlő alá tettük a kulcsot. Sőt, amikor még lakótelepi panelházban laktam, ott sem voltak sem berácsozva, sem bevasalva az ajtók. Gyenge kormány, egyenlő, gyenge közbiztonság. Ezért szabadult el a bűnözés, ezért kell határozottan kimondanunk, hogy a bűnözők ellen harcolni kell, akárkik is azok. Mindegy, hogy milyen a vagyoni helyzetük, a kisebbséghez vagy a többséghez tartoznak-e, a bűnözőket törvény elé kell állítani, és felelősségre kell vonni minél gyorsabban. Vagyis itt az idő, hogy újra rend legyen Magyarországon. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma az embereket és a családokat nem csak a munkanélküliség, a hiányos egészségügy és a bűnözés veszélyezteti, hanem a szociális biztonság széthullása is, ami szintén a Gyurcsány korszak sajátos vívmányai közé tartozik. Én azt látom a világban, hogy azok az országok és nemzetek erősek, ahol erős a bizalom. A nem látható, nem kézzel fogható dolgokban pedig erős a meggyőződés. Vagyis az emberek hisznek a saját sikerükben, szeretik a nemzettársaikat, fontos számukra az összetartozás, és ezért tudják, hogy számíthatnak is egymásra. Számomra ezt jelenti a szociális biztonság, és ezért gondolom úgy, hogy olyan nemzeti ügyről van szó, amelyel az emberek nagy többsége mindig is azonosulni fog. Azonosulni fog, mert szociális biztonság nélkülözhetetlen a mindennapi élethez, és abból valójában, ha jól belegondolunk, mindenki részesül. Ha pedig széthullik, mint az abroncsát vesztett hordó dongái, vagy akár csak súlyosan megbillen, azt előbb-utóbb mindenki megérzi, még a legjobb módúak is. A szociális biztonság tehát erőforrás a nemzet számára. Minden egyes megszülető gyermek befektetés, amely sokszorosan meg fog térülni az országnak, amikor képzett és egészséges felnőtté válva munkát vállal és részt vesz a javak előállításában. Mindenkinek saját, jól felfogott érdeke, hogy amikor ő szorul majd gondoskodásra, legyen, aki gondoskodni képes róla. Ezért itt az idő, hogy helyreállítsuk a szociális biztonságot is Magyarországon. Összefoglalva tehát! Azt mondhatom, meg vagyok győződve arról, hogy a kormányzásnak a jövőben a nemzeti ügyeket kell képviselnie. Magyarország következő kormányának a nemzeti ügyek kormányának kell lennie.